A szakvezetés, az edző Wojtekowski Csaba és a csapatvezető Tóth Dénes azon dolgozik, hogy az indulás lehetőségét teremtsék meg, vagyis legyen csapat. Ebben jelen pillanatban Zömében az EGRI utánpótlás tagjaira számíthatnak. A tréningek szerdán kezdődtek a Szent Mariai Tibor Városi Stadionban. Csütörtökön már 18-an voltak a pályán. Aki elrúgta a labdáját, elmegy érte! Hiba, lövés! A hazai utánpótlás mellett a Honvédtól, a Szolnoktól és Romániából is érkeztek fiatalok próbajátékra. A háttérben közben Kósa Sándor, a Kft. Tulajdonosa, folyamatosan tárgyal a klub konszolidálása érdekében, bár a héten kipattant az EGRI FC több NB1-es mérkőzését érintő bundaügy nem segíti a megoldást. A többi csapathoz képest már így is több hetes lemaradásban vannak az EGRI-ek.